Milyen újdonságok vannak a kaputelefonok terén? Minden szempontból mi már videós kaputelefonban gondolkozunk. A videós kaputelefon ugye minden esetben azt jelenti, hogy amikor becsöngetésre kerül sor, tehát a vendégek becsöngetnek, akkor abban az esetben ugye mi egy valamilyen beltéri egységen nem csak hang, hanem videó alapon is ugye láthatjuk, hogy ki csöngetett be. A portfóliumban található a moduláris kaputelefon, ezt azért is hívjuk modulárisnak, ugyanis ez kis részecségenként összeépíthető, akár letelepíthető első körben egy lakáshoz, kettőhöz, és későbbiekben bővíthető, és ezt akár 500 lakásig is meg tudjuk csinálni, vagy hatalmas rendszerek esetében ilyen 1500 lakásig is képesek lehetünk rá. Ebben a rendszerben pont azért, hogy ugye mindenki számára megbízható legyen ez a rendszer, a videókaputelefonozást már úgy oldottuk meg, hogy a videójel, amit küldünk, az egy 180 fokos halszem kamerából jön. Ennek ugye az az előnye, hogy a falsíkon mi mindent látunk kívülről. A moduláris rendszerünk után elérhető a Villa rendszerünk, amely 1, 2 és 4 gombos kivitelben valósítható, meg ugye ez 1-2-4 lakásos házak esetében. Itt szintén beltéri egységre csörgünk rá, és van még egy megoldásunk, az úgynevezett doorbell, vagy kapucsengő. Ez egy 1 gombos vezeték nélkül kommunikáló eszköz, amely nem csak beltéri, de akár beltéri nélkül mobiltelefonra is képes becsörögni. Miből állnak ezek a kaputelefonrendszerek? Ezek a kaputelefonrendszerek általánosságban ugye fizikailag kültéri egységből és beltéri egységből, vagy beltéri egységekből állnak. Gény szerint egy bizonyos lakásban nem csak egy beltéri egységet tudunk elhelyezni, abban az esetben, ha mondjuk egy nagyobb házról, vagy egy többszintes házról van szó, esetleg több generációs családról. Ebben az esetben meg tudjuk azt oldani, hogy esetlegesen a moduláris vagy a Villa rendszerünkkel egy lakáson belül maximum 1+5 darab beltéri egység használható, és ebben az esetben, amikor valaki becsöngetést kezdeményez, egy ilyen úgynevezett fizikai gombra való becsöngetéstél akár 6 eszköz is csöröghet a lakásban, és teljesen mindegy, hogy melyiket vesszük fel először, onnantól kezdve mi azon tudunk kommunikálni a kültéri egységgel. Milyen kiegészítői léteznek? Ugye az alacsonyabb rendszerek, ez a doorbell, az egy gombos kapucsengő, és ez az úgynevezett Villa rendszer, ami 1, 2 és 4 gombos kivitelben létezik. A moduláris rendszereinket tekintve, ami egy kicsit magasabb kategória, olyan kiegészítő kültéri modulokat is találunk, hogy ne csak egy becsöngető nyomógombbal lehessen esetlegesen hívást kezdeményezni. Ugyanis több száz lakó esetében ez a gombokat rakunk ki a falra, megoldás már enyhén szólva is elavult. Ezért a moduláris kaputelefonunk ilyen kis modulokból áll, ilyen kis kockákból, amelyeket egymás alá tudunk szerelni. Egy kültéri ajtónál egy ilyen modul az egy lakáshoz tökéletesen elég, ezen található maga a kamerás modul rész. De ha én ezt kiegészíteném ugye társasházra, mindenféle nyomógombos modulokkal is kiegészíthetném, vagy kiegészíthetném egy olyan kijelző modullal, amin gombok vannak, és egy úgynevezett akár több százas lakólistán keresztül tudom válogatni a neveket. Maga ez a nyomógombos modul nem csak arra szolgál, hogy becsöngethessek. Minden lakó, akinek beltéri egysége van és saját lakásszáma, úgymond logikailag egy lakásban ül, lakik, a saját beltéri egységén PIN kódot állíthat be, melynek segítségével ugye amikor megérkezik, nem feltétlen szükséges már a kártyás megoldás, nem feltétlen szükséges, hogy legyen kulcsom a mágnes záramhoz, vagy bármilyen kioldó szerkezetem, ami kulcsként szolgál, egy PIN kóddal is kioldhatom a mágnes zárat és hazamehetek. Kártyaolvasót is tudunk szerelni ebben a kültéribe, és ilyen formában úgymond akkor már kártyákkal is be tudnak lépni. I'm coming home, I'm coming home.